A férfi kosárlabda bajnokság felsőházában a jelenleg negyedik helyen álló Albafehérvár az ötödik helyezett Sopront fogadja szerda este a Gáz utcai sportcsarnokban. Az már eldőlt, hogy a fehérváriak legfeljebb a negyedik pozíciót szerezhetik, illetve tarthatják meg. Ehhez azonban olyan eredményes játékra lesz szükség, mint amit legutóbb a Szolnok ellen mutatott a csapat. Két ellentétes félidőt produkáltunk. Ugye az első félidő az nagyon rosszul sikerült, nagyon rosszul játszottunk. Mínusz 20 volt az eredménye. Ott fél időben a dolgokat átbeszéltük, a másik fél időben teljesen máshogy jöttünk ki a pályára. Tényleg sokkal összeszerettebb volt a csapat, támadásban szépen járt a labda, megtaláltuk egymást. A vérekezés pedig, ahogy talán már nézők megszokották, ez az agresszív vérekezés, ez többé-kevésbé jól sikerült. A Fehérvár és a Sopron legutóbb áprilisban találkozott egymással, ekkor Sopronban nyertek a hazaiak 83-75-re. Vojvoda Dávid kérdésünkre azt is elárulta, hogy milyen tanulságokat lehet levonni abból a meccsből, amelyeket esetleg hasznosítani lehet a szerdő esti találkozón. Pontosan ismerjük a Sopronnak a játékát, ugye a légiósokra épül, van öt jó légiósuk, akik bármikor képesek a mérkőseket eldönteni, úgyhogy mindenképpen erre fogunk fókuszálni. Azért nyilván vannak olyan magyar játékosok, akik azért tudnak meghatározók lenni, de elsősorban az öt légiósra épül a játékuk, akik tényleg bármikor tud 20-30 pontot dobni egy-egy mérkőzésen, de belülük is a Myers-t, illetve a Borisovot lehet kiemelni, akik azért stabilan hozzák a pontokat. A negyedik hely megtartása azért is kulcsfontosságú feladat, mert így a rájátszásban hazai pályán kezdhetne a csapat, majd szintén a Sopron ellen. Az Albafehérvár-Sopron mérkőzés szerda este 18 órakor kezdődik az Alba Régia sportcsarnokban.